Sziasztok, ez itt a Gaming The Pink, és a mai napon visszatérünk az Axigennát Included-be, hogy megkurdítsuk újra az oxigén hiányos idegen világok földjét, mert kikerült a játék Early Access-be, és érkezett hozzá egy nagyobb frissítés, mely tartalmaz olyan dolgokat, mint például az energiarendszernek a kibővítése, a farmrendszer átalakítása, és a duplikánsok is mostantól újabb jellemeket kapnak, és máshogy reagálnak például a helyzetekre, hogyha stresszesek, más ilyen negatív tulajdonságokat fognak produkálni. Na, mint láthatjátok, az új perszak megfelelően összehoztam egy újabb bázist, amit próbáltam egy kicsit természetesebb módon felépíteni, úgyhogy kihasználjuk a játék által adott lehetőségeket, és így egy kicsit talán izgalmasabb lesz a végeredmény, hogyha mi is mindent megépítünk, amit lehet, kipróbálunk mindent, és nem előre gondolkodva egy ilyen minimális bázist hozok létre, mint ahogy legutóbb próbáltam, ilyen megújuló energiaforrásokat használva és trükköket, hanem most egyszerűen csak építkezünk, és ilyen ahogy esik, úgy puffan módon fogjuk akkor felfedezni az új dolgokat a játékban. Kezdem mindjárt például a farmrendszernek a kipróbálásával, elkezdhetnénk például építeni valamilyen gazdálkodást, valami gazdaságot. De előtte mondjuk megmutathatom, hogy például innen hozzuk a vizet, innen betöltjük és egyszerűen itt megtisztítjük és visszaküldjük. Ez egy elég alapvető rendszer a játékban, korábban nem használtam ki, mert mindig egy ilyen olyan trükkökkel megoldottam, megkerültem ennek a használatát, de igazából elég egyszerű a dolog. Itt mondjuk átvezethettem volna egy hidat, sőt igazából itt jelzi is a dolog, hogy itt lenne még valami, csak az a probléma, hogy ez egy ilyen bágos dolog, mert egyszerűen itt nincs semmi, szóval a víz nem megy át egyik pontból a másikba, megjelent a be- és kicsatlakozás, de nem köti őket össze, szóval jelenleg ilyen hidat építeni nem tudunk a játékban valamiért. De a lényeg az, hogy működik a dolog, úgyhogy ezt így meg tudtam kerülni. De ott lenne egy híd, amit az emberek felépítettek, aztán nem került oda semmi. De nem értem egyébként, de mindegy, megoldottuk egy ilyen kerülőcsővel. Aztán nézzük csak, hát itt volt egy-két WC korában, most már csak egy van itt, és ide hordtam le a trágyát belőle, és ezt a részt pedig elzártam, hogy ide ne bűzölögjön ki innen semmi. És akkor ezzel meg lett oldva az, hogy itt egy ilyen nyugodt komposztáló vidék van, terület van, és igazából senkit nem zavarunk vele. Aztán nézzük csak, hát itt a technológiákat jobban fejlesztem, erősen tekerem őket, már több mint a fele megvan a kifejlesztető dolgoknak, és igazából egészen jól haladunk vele, úgyhogy ez így elég pozitív, hogy a játékban gyorsan lehet fejlődni, bár igaz, hogy játékmechanikailag mondjuk lehet, hogy negatívumnak is említhetném, hiszen még nincs egy olyan end content-szerű bázisom, amihez illene egy magas technológiai szint, és általában ez a játékkal ez a baj, hogy nagyon hamar ki lehet fejleszteni benne mindent, és a technológiai fejlődés az nem része a hosszú távú gameplaynek, hanem egyszer csak az elejének cseh az ember, aztán a végén már így le is bonthatja ezeket a számítógépeket. Úgyhogy ezzel mindenképp alakítani kéne, körülbelül úgy, mint a RimWorld-ben, amiben rengeteget kell játszani ahhoz, hogy az ember mindent kifejleszten, és hogyha akarja, akkor igazából onnantól kezdve végezhet is, mert onnantól elhagyja a bolygót, hogy elért a végére. Hát jelenleg egyébként van egy ilyen Ruby nevű halottunk, aki megoldotta magának, hogy ide átugorjon, aztán meghalljon. De most ennyi baj legyen, nem fogom előhozni az elmentést az ő hülyesége miatt. Amúgy is vagyunk elegen, mert igazából most már mindenkit befogadunk. És akkor a mai feladatunk pedig az lesz, hogy megépítünk ide egy szénerőművet, kicsit fejlesztjük a bázisnak az infrastruktúráját ezzel, és megpróbálok kiépíteni egy új farm rendszert, amit ezeket a farm tile-okat használva fogok létrehozni. És ennek az lenne a lényege, hogy például ezt nem kell öntözni kézzel elvileg ezeket a tájlókat. Bár nem tudom, mi a különbség, például az aquatic farm. Ezt például azt hiszem, hogy vízbe kéne tenni. Szerintem, és úgy tudna működni. Itt viszont ebben a helyzetben szerintem bevezethetjük egy csővel a vizet talán, vagy nem tudom, de ki fogjuk találni. Lehet, hogy ez nem tudom, az a baj, hogy igazából azt írja, hogy belevezethetjük ezekbe a farmokba a vizet. Csak nem tudom, hogy hogyan, de ki fogom találni. Csak megépítjük és meglátjuk. Itt van erre egy tökéletes pont egyébként a pályán, bár itt sok a széndioxid ezen a területen, de szerintem az a virágokat nem feltétlenül zavarná. Bár tudom, hogy természetben egyébként igen, szóval a fotoszintezitáshoz meg ezekhez ugye nappal termelnek oxigént a növények éjszaka, viszont azok is fogyasztják valamire. Meg egyébként tök mindegy, mert nem algákkal dolgozunk, úgyhogy szerintem tök mindegy az egész. Szerintem csak a megfelelő hőmérséklet a fontos most itt a játékban. Ide építsük meg ezeket a farmokat. Mondjuk egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El legyen 13, az végül is miért, ne, tök mindegy. Szóval ide megépítjük a farmot.
és akkor hogyha bármilyen szükség lesz rá, hogy vizet juttassak valamilyen módon ide, akkor ezt megcsináljuk. Csak ugye nem írja egyébként, hogy ezt hogyan lehetne eszközölni. Vagy lehet, hogy ez kéne mondjuk valamilyen... technológia? Ez áramvezeték áthidaló, oké, mondjuk nekem egy ilyen... Nem tudom, szerintem nem hiszem, hogy van a vízvezeték rendszerben ilyen. Mert ez pont, hogy a farmkockához tartozna. Igen, igen, nem tudom, szóval... Persze lehetséges egyébként, hogyha átvezetek egy csövet alatta, így benne... Ja, hogy ezekbe egyenként bemegy a víz. Aha! És ezt most miért csinálta meg kétszer? Jó, hát akkor ez egyébként nagyon egyszerű, mert akkor ezekbe a kis kockákba egyszerűen bepumpáljuk a vizet, és akkor megvan oldva igazából. Jó van. Akkor viszont innen lehozzuk a vízvezetéket. Ide. És innen visszavezetjük. Hoppá, csak ez rossz irányba ment. Így. Na. Akkor ez így jó lesz egyébként, így egy ilyen, tényleg egy ilyen öntöző rendszert hozhatunk létre, ez kifejezetten tetszik, jó. Így az embereimnek nem kell saját kezüleg hordaniuk a vizet a növényekre. Ez igazából egy kicsit olyan, mint az Olga farmok, ugye, amiket eláztattunk korábban, csak ugye ezt megcsináltak csővezetékkel, most akkor ilyen hivatalos utat kapott ez az egész. Sőt, egyébként egy picit alakítanék ezen a vezetéken, rájöttem, nézzen ki egy kicsit érdekesebben, vezessük el itt fent. Ezeket akkor cancelezzük le. És akkor így egy kicsit ilyen steampunkosabb lesz az egész, ilyen mechanikusabb a bázis, vagy hogy mondjam, ilyen... Nem tudom, ilyen érdekesebb, izgalmasabb kinézete lesz tőle. Hogy így a dolgokat, amiket használunk benne, azokat látjuk is. Szóval egy kicsit ilyen teltebb, egy kicsit... bővebbnek tűnik így, hogy mindent látunk, ami így mozog benne. Szóval vezetékek sincsenek elvezetve így a földben. Például. Ezek amúgy sem számítanak igazából, mert nem adnak hozzá, vagy vesznek el az esztétikai érzékéből az embernek, ugye, amikor... Hát, mint, illetve a duplikásoknak nem az embernek, mert ugye az ember az én vagyok, aki nézi a bázist, és hogyha engem nem zavar, akkor igazából senkit. Ja, akkor nézzük, csak bontsuk le a csővezetékeket innen. Hát elfogyott az energiánk, de most igazából max az oxigén termelésre kéne energia egyelőre. Nem számít, azt hiszem, azzal így megvagyunk. Úgyhogy oxigénünk még van bőven. Az embereink jó sok oxigént elszívnak, ez igaz, hogy mászik, hogy egy kicsit elkékült ez a terület, sőt, eléggé elkékült, jól elszívták innen az oxigént. De nem baj, mert reggel beindul az energiatermelés, és akkor megint lesz rengeteg oxigénünk, illetve nem sokára megépíthetnénk majd a szénerőművet is. Tehát ugye addig a pontig, amíg az embereim más csinálok, addig sajnos nem fog elkészülni. Mert már mindenre van, mindenkinek gondja. Rengeteg kajánk van, és így hirtelen nem tudom, hogy mitől, de gondolom szedtünk valahonnan, mert én nem gyártottam így külön. Vagy... Ja, hogy én ezt beállítottam örök ételtelmelésre, jó? Hát végül is az jó jött most, mert egy ideig nem figyeltem rá. Na jó, van, válaszunk egy újabb duplikás, nézzük csak. Buvár tüdejű. És igazából nem is rossz, mert több képessége is van. Hányós. Viszont nem tud ásni, az probléma, az egy elég nagy negatívum. Jó, viszont az, aki gyorsabban úszik a vízben, az meg igazából semmit nem ér. És ezek mindkettő olyan. Ezt nem tudok ásni embert, nekem ez tetszik, ezt fogom. Ő legalább tudom, hogy a cipelésre és az építkezésre fog koncentrálni, mikor nálunk van. Úgyhogy például ezeket a dolgokat elcipelheti, illetve dolgozhat ennek a csővezetének a megalkotásán, hát magán a szénerőműnek az elkészítésén is. Most én nem tudom, hogy az embert hogy kéne elásni egyébként. Van-e erre valamilyen sír, amit létrehozhatunk? Hát elvileg ez. Talán. És most, hogy hova hozzak létre egy ilyen sírt, azt nem tudom. Ide alulra. Jó, és akkor azt mondja, hogy... Valahogy el kéne menni azért az emberre, és akkor remélem, hogy beleteszik majd. Hát illetve remélem, hogy ez tényleg így működik, mint hogy a Rimworld-ben. Igen, igen, igen. Az embereket elvileg el tudjuk temetni benne. Jó van, akkor alkossátok meg, barátocskáim. Pörgessünk rá egy kicsit az időre. És nézzük egyébként, hogy mit kutassunk legközelebb, mert csak úgy száguldunk a technológia fán felfelé. Kérdés az, hogy mire lenne inkább szükségem, például orvosi szobára, orvosi dolgokra.
hogy esetleg olyan, tudom, mi a fene ez? Textil factory. Na jó van. Ez megvet magának, ezt fogjuk legyártani. És igazából nem is tudom, rengeteg mindent csinálok az embereim. Például ő most vizet hord az ételtermelésre, oké, az rendben van végül is. Aztán nem sokára igazából meg fogjuk oldani szerintem, hogy az ételtermelőt egy kicsit közelebb rakom a vízforráshoz, hogy valamit csinálok, és akkor ezzel spórolunk időt. Hát a kutatáshoz is kell víz, de azt meg majd ki fogjuk kerülni azzal, hogy egyszerűen elvégeztünk minden kutatási feladatot, és onnantól kezdve nem gond. Nem kell rááldozni majd. Viszont ezt a farmot tökre szeretném elkészíteni a mai nap, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehetne jól ültetni benne, hogy hogyan dolgozunk vele. Hogy bejön a víz ugye, akkor valószínűleg felszívják a növények, szóval ki nem megy víz, úgyhogy az eltávolításával nem kell foglalkozni. Egyszerűen elültetem a növényeket, és akkor így kinőnek, azt jóban. Hát legalábbis remélem, hogy nem kell nekik fénybe ilyenek. Persze elkészítették ezeket a tájlokat is, meg magát a szénerőművet, mert most szegény emberünk kihagyja a belét ezen a moguskeréken. Egyébként nagyon derekasan dolgozik, mert hogyha megnézzük, akkor működteti a két research laboratóriumot, a deoxidizert, és még a tisztító gépet is. Ennek ellenére mondjuk az akkumulátorok nem töltődnek már. Illetve pont ezek miatt. Sőt, igazából le is álltunk. Szegény gyerek kitekerte a belét, és nem volt elég. Úgyhogy ezt a rendszert módosítani kéne majd. És itt már jönnek a kis szúnyogok, meg minden a büdös dög legyek a Ruby bácsira. Hát aki megoldotta magának az életet. Hát nem kellett volna átugrani ide. Ez abban, hogy fogni kell a kezüket, mint valami kisbabáknak nagyon sokszor, és igazából ez annyira bosszantó, hogy ők valahogy mindig megoldják, hogy olyan helyzetekbe keveredjenek, amiben bele fognak halni. Na jó van. Hoppá, Rubi bácsit felszívták. És akkor ennyit van. Kis Rubi sír. Jó van. Hát akkor ide gyűjtjük a hullákat ezentúl kb. Mint mondtam, most tényleg egy kicsit olyan kaotikusan építkezünk, hogy nem jelölök ki semmit előre, hanem ahol van egy kis hely, akkor azt ott felhasználjuk, aztán megyünk tovább. Maxnek miért nincsen ágya például? Ezt nem is értem. Ja, hogy narkolepsziás volt, és azért aludt a földön, nem azért, mert nem volt ágya, és ott feküdt le kényszeresen. Aha, jó van. Átpörgetjük az éjszakát, aztán neki elselkedhetünk a holnapnak, és akkor remélem most már tényleg megépülhetnek ezek a dolgok, amiket össze szeretnék rakni. Szépen adunk egyébként, a vezeték kész van. Áramellátás nem kell hozzá. De ja, megépülnek az első kockák lassan, aztán kipróbáljuk ezt az új kertrendszert. Egyébként építették rendes szobákat is a játékban, ez igaz. Kettő legyen kicsit olyan fura lesz az egész szerintem, vagy nem tudom, de mindegy. Bár igaz, hogy ezeket a... most itt eszem, hogy ezeket a kertkockákat igazából építhetném a föld, de egy szintben is, egy szintre is. Aha. Sőt, igazából tökre úgy kéne, ha belegondolok. Aha, bár ez nem azt jelenti, igazából így most magasabbra kéne építenem az egészet. Hát vagy akkor ez egy ilyen kis szoba lesz. Igen, de igazából ez tetszik ez a dolog, hogy ezt így építsem meg inkább. Hát bár az is igaz, hogy most már elkezdtem, úgyhogy igazából hagyjuk a fenébe, jó ez így. Majd legközelebb megépítem máshogy maximum. Na, itt volna akkor az első ültetőládánk, és akkor tehetünk bele, hát Millwoodot, meg ilyen Blossom Seedet, magot. Jó, hát tegyük bele ezeket igazából. Bár nem biztos, hogy a Millwoodnak kell víz. Én nem vagyok benne biztos. Tehát akkor maximum nem fog felvenni a rendszerből vizet. Szóval a Blossomnak annál inkább kéne. Ezeket majd így külön. Hoppá, ezeket meg szedjük is ki egyébként. Nem tudom, hogy milyen hőmérséklet kell nekik egyébként ahhoz, hogy jól nőjenek. Hozhatunk hozzá trágyát, ha kell innen. Ugye arról gondoskodtunk, hogy legyen. És ha a duplikásaim lennének olyan kedvesek, és összeszednék innen a dolgokat, akkor látnám, hogy miért bűzölög innen valami. Elvileg termeli ez a szennyezett
mocskos földet ez a gép. De most itt hirtelen nem látom, mert itt nem írja, hogy mi van itt. Úgyhogy az most így ennyinek tűnik. Na jó van, de szépen épül a kert, úgyhogy... Sőt, és megy bele a víz. Már elég sok megy bele, úristen, mi ez a mennyiség, amit belepumpálunk? Ez most komoly, hogy ide megy a víz a semmibe? Hát ezek egyébként elég gyanús, hogy ennyi vizet elhasználunk ezekre a növényekre. Nekem valahogy nem tetszik ez a rendszer. Most miért megy bele ennyi víz, mikor igazából... Vagy csak ez ilyen szimbolizálja, hogy mennyit vesz fel, és ezek a vízegységek, ezek nem annyi vizet hordoznak magukban, amennyit így, hogy nem egységnyi vizet hordoz magában egy ilyen cső, hanem csak éppen annyit, amennyi kell a végeredményben. Hát itt azt írja, hogy 10 kg víz megy egy ilyen csőkockában. Lehet, hogy el kéne zárnom egyébként a vízrendszert. Szóval lehet, hogy gondoskodnom kéne arról, hogy elzárjuk az egészet, mert hamar le fog menni a vízkészletünk. Nézzük meg, hogy van-e valamilyen kapcsoló. Például itt van egy ilyen pumpa. Vagy mi ez? Mire jó ez? Hát ez a víznyomásra gondoskodik, de ilyen kapcsolót egyelőre még nem látok. Bár az is igaz, hogy lehet, hogy egy ideális víznyomást összerakhatnék vele a kert számára, ha belegondolok. Szóval... Hogyha egy kicsit átalakítom a rendszert és elérakok egy ilyen pumpát, akkor csökkenthetem a nyomást, ami átmegy a kertbe. Jó, van, ez tetszik igazából. Ezt valahogy másik kéne viszont megépíteni talán. Nem igazából, csak meg kell szüntetnem ezt a kapcsolatot itt. És akkor bemegy és kimegy belőle a víz, és akkor jó lesz. Csak hát így most tényleg elpocsikoltam egy rakásvizet, ami annyira nem király, de hát ebből tanulunk. Na nézzük, akkor azt mondja, hogy innen pusztítsuk el a csövet. Remek. És akkor most csak bevezetjük így, aztán most akkor szabályozzuk, hogy mennyi víz menjen ide. Hoppá, és úgy látom, hogy valamiért elkezdett kifolyni a víz. De miért is? Hogy lehet, hogy túlcsordultak ezek a... Hát nem tudom, hogy túlcsordultak-e. Hát minden esetre nő a növény, ami király. Nem tudom, hogy honnan lesz több vízem egyébként, hogy olyan gyorsan elhasználom a növények termesztésére. Mert ugye vizet nem tudok előállítani, csak ugye semmiből a növények, viszont úgy megisszák, hogy nem adnak belőle vissza semmit. Szóval az még mindig nem működik a játékban, hogy egy ilyen körforgást alakítsunk ki, hogy például, hogyha a nő beszívja a vizet, akkor az kerül valahová, egy ilyen lédús növény lesz belőle, amit hogyha megeszünk, akkor például ugye belénk kerül a víz. Vagy akár ki is párologhat belőle, mondjuk, hogyha nem bírja magában tartani, vagy felett, ugye kiszárad ugye a növény. Bár jellemzően nem szárad ki, amíg érdbe van. Na. Jó, hát megépítjük a nyomás állítógépet, és akkor egy ideális víznyomást alakítunk ki a növények számára, de én nem tudom, hogy mennyi víz kell neki egyébként, szóval nem is tudom, hogy írja el például, hogy lehet, hogy magának a növénynek kell a víz, annak írja? Jó az adatok egyébként, én úgy látom, jól érzi magát. De azt nem látnám, hogy írná egyébként, hogy hogy áll a dolog. Ó, na viszont itt van ez a kis... Jó, és egy ilyen nagyon kevés vizet csöpögtetünk át ezen. Mondjuk az egy kiló másodpercenként is rengeteg. Legyen egy ilyen nagyon-nagyon kevés, minimális. És akkor nézzük csak, hogy mennyi megy itt, tehát... Hát én mindig 10 kg vizet nyom át, úgyhogy valami nem sikerült jól. Lehet, hogy most fognak állítani rajta valamikor?
Hát ha beálltam nullára, igazából akkor is tovább engedi, úgyhogy ez így biztos nem jó. Ezt valakinek állítania kéne. Hát vagy nem működik a rendszer egyébként, lehet, mert még early access ugye, úgyhogy lehet, hogy ez még nincs kész. A fene tudja egyébként, ez logikus lenne, hogy működik, de ugye senki nem akar vele foglalkozni. És nincs igazából prioritás. Szóval az ember jogosabb feltételezni, hogyha nincs itt egy prioritás, hogy átkapcsolják, hogy ide jön valaki és bizonyos prioritás szerint átkapcsolja. Akkor ennek a módosításnak, amit én itt állítok, azonnal meg kell történnie. De nem történik meg, mert rohadtul megy át a víz rajta. És egyszer csak így ki fogom szívni a folyómat, a tavamat, és így ennyi. Hát legalábbis ezt látom, hogy így ez vetíthető előre. Hát nem értem, miért nem működik a pumpa. Működnie kéne, de nem működik. Vagy nem tudom, energia is kell neki? Hát nézzük meg, hogy kell neki energia, de szerintem nem biztos. Hát nem kell neki energia, hogy működjön. Szerintem egy dolog, ami teljesen működőképes lehetne, és nem működik. Egyáltalán, semennyire. Ettől függetlenül működni fognak a farmjaink. Csak kicsit túlöltözzük őket talán. Jó van, ültessünk ide virágokat. Hát ezekből a menő növényekből, újszerű növényekből nem tudok ültetni, sajnos pedig jó lenne kipróbálni, hogy ezek milyenek. Egyre csak a klasszikus Blossom Seedet ültetjük el. És a maradék tejre pedig Millwoodokat teszek, hogy ezért ki legyen használva a terület, de ugye a Millwoodnak szerintem nem kell víz, vagy nem tudom, de direkt azért szerettem korábban a Millwoodokat, mert nem kellett nekik víz. Jó kis örök élelemforrás volt, amiben nem kellett sokat áldozni. Úgyhogy remélhetőleg most az, hogy így öntözöm a területet, az nem ütközik meg azzal, hogy Millwoodokat ültettem. Na, a szénerőművet viszont valaki rohadtul megtölthetni egyébként. Azért jó lenne, hogyha ez itt üzemelne nekünk. Ja, akkor fog működni ez a generátor, hogyha az akkumulátor 50% alá csökkent. Ez érdekes spórolási dolog, szerintem működjön 90%-nál is, miért kéne ennek így 50%-nál bekapcsolnia, nem tök mindegy. Vagy hagyjuk meg az alapbeállításokon, hát ha ennek van valamilyen stratégiai értelme, nem gondolom, hogy a többször kapcsoljuk ki be, az bármilyen különbözne attól, hogy kevesebbszer kapcsoljuk ki, illetve be, és tovább megy, több ideig megy. Fura. Na végre viszont megtöltöttük benzin olajjal, vagy szénnel. Úgyhogy akkor lerombolhatjuk, illetve hát azért ne romboljuk le. De kapcsoljuk ki a mókuskereket most már, egészen jók vagyunk. Ó, és a kutatási fán most már olyan szépen haladunk, hogy most már csak három technológia hiányzik. Pörgethetjük tovább az időt, és sokkal hamarabb kész ezek a fejlesztésekkel, mint korábban, mikor ilyen pontonként kellett kutatni. Most már nincs ilyen. Rámegyek egy ilyen kutatóeszközre, akkor csak az van, hogy kutassál vele. Ami tök logikus, nem kell ilyen pontonként kutatni, hogy akkor beállítom, hogy akkor örökké termeljenek kis kutatási pontot, meg nagy kutatási pontot. Egyszerűen csak kiválasztom, hogy mi történjen. Na jó, válaszunk ki egy duplikást, és akkor nézzük meg, hogy ki lehetne az. Ki csatlakozik hozzánk. Uh-huh. Hát egyértelműen a búvárt tüdejét választom a legjobb tulajdonsága a játékban. Így készülnek a hosszan tartó kolóniák, hogy sok ilyen emberünk van benne. Ebből az ételtermeléssel leállhatunk egyébként most egy időre, mert az a helyzet, hogy ránk fog rohadni, hogyha így folytatjuk. Úgyhogy akkor ezzel most egy ideig megvagyunk. Ezzel mi a probléma? Obszidiából akarnak tájt építeni, hát ez megint tipikusan az a probléma, amikor az történik, hogy az alapkockát bármiből meg lehet építeni, és alapvetően a legnagyobb nyersanyagot állítja be rá a játék, hogy abból akarjak építeni. Ami hülyeség, mert a legkisebbről is ugyanolyan hatékony lesz a kocka megépítése, ha csak nincsen külön majd obszidián kocka, ami erősebb lesz mondjuk, bár nem tudom mi értelme, amíg nem támadnak meg minket. Úgyhogy igazából
Maximum az lenne a jobb, hogyha az obszidián járul, akkor szebb lenne, mint a többi. Annak lenne értelme, és akkor megérteném, hogy az obszidiát nehéz kiszedni, a belüle jövő járulap az értékesebb. És akkor gyűjthetnénk obszidiát is sokkal. Na. Jó van, itt azért még... Ó, hogy itt már elütettünk mindent, az tök jó. És akkor szedjük fel ezeket a fölös... Ja, sweepeljük fel ezeket a fölös elemeket innen. Úgy látom, itt maga a gép termeli a gázokat, aminek annyira nem örülök, de egyelőre nem látom, hogy ez itt egy ilyen veszélyes szintet elért volna. Mert úgy látom, hogy mondjuk az ágyaknál egyébként nincs kellő mennyiségű oxigénünk, úgyhogy építsük ide is egy ilyen oxigéngenerátort, és kössük össze. Kössük össze. Így. Az elektromos hálózatunkkal. És akkor most attól két oxigéngenerátorra dolgozunk. Elvileg azért algából még van 3500 kg, úgyhogy ez nagyon sokáig elég lesz nekünk, de akkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy esetleg ilyen más alternatív módokon készítsek oxigént. Például... nézzük csak. Hát ezzel algát készítek slimeból, ami nekünk jó lenne. De egyébként... Ha az oxigéntavot megnézem, akkor hogyan csinálhatnék még nagy mennyiségű oxigént, például... Hát vízből csinálhatnék, de az olyan hülyeségnek tűnik. Ó, itt van a textilgyár egyébként, ezt viszont tökre megnézném, kíváncsi lennék, hogy mit tudunk belőle gyártani. Hogy rakjunk le egy ilyet magunknak, elvégre korábban ilyet még nem készítettem. És a kérdés, hogy hova tudnám előállítani. Mondjuk, hogyha innen kiszedem a Millwoodot, akkor jó lenne, akkor ennek a helyére össze tudnám rakni. Jó van, akkor ezt megvettem, ezt az ötletet. Ennyit mondjuk nem akartam ásni. Jó, akkor erre az oldalra összerakunk egy ilyen textilgyárat, és akkor megpróbálunk készíteni valami jóságot belőle. Na nézzük csak, hoppá, kutatás is olyan dolog, amiben haladhatnánk előre. Két kutatás kell már csak kiépítenünk, aztán lebonthatjuk ezeket a kutatógépeket, ami tök jó, mert akkor kevesebb energiát fogunk elhasználni. Oké, itt meg nagyban pumpáljuk bele a vizet ebbe az egészbe, ami tök nevetséges, mert szerintem tök sok vizet elhasználunk fölöslegesen, és nem is értem az egészet, amikor itt... Nem kéne ennyit átengedni. Én nem értem, hogy ez a rendszer miért nem működik. Vagy lehet, hogy az össze van kötve? De nem hiszem, hogy össze van kötve, vagy nézzük meg. De nincs összekötve külön. Szóval bemegy, kijön, ennyi, átmegy a gépen. Ezek tovább enged 10 kilót, mikor egyszer megmondtam neki, hogy ne ennyit. És frankó nullán van, frankó nullán van. Ja, tökre azt kell mondom, hogy ez a rendszer nem működik a játékban most jelenleg, ami azt jelenti, hogy igazából az öntöző rendszer egy akkora pocséklás, hogy az nem igaz, mert ilyen rengeteg vizet nyomunk ebbe az egészbe indokolatlanul. Most ha megnézzük, akkor... Mert valamiért egyébként én úgy látom, hogy ez még mindig kevés, különben a víz tovább menne. Vagy lehet, hogy a Millwoodok tényleg nem igényelnek vizet, és egyszerűen nem is megy rájuk a víz. Az viszont lehet, ja. De hol írja azt, hogy ennek mennyi víz kell? Hát lehet egyébként, hogy erről lenne szó itt. Nem értem, hogy 100%-ban írja. Ugye, hogy annyit... Növel a növekedési tempóján talán. Hát mindegy. De az biztos, hogy ez a mennyiségű víz az ide indokolatlan szerintem. Illetve látszik, hogy szinte Millwoodot nem kellett volna ültetnem ezekbe a cserepekbe. Hoppá, 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 itt valaki meg akar halni. Ebben intézzük csak el. Talán amikor a legjobb az lenne, hogyha kiásnám maga alul a talajt.
Éni. Na, hoppá, itt slime-okat, vagy miket gyűjtöttem össze? Jó, van slime-om is. Az király, mert akkor építhetek. Egy. Slime-ától a kitúgépet, és akkor algát fogunk gyártani vele. Szóval is van az a gép? Itt van. Ide megépítjük. Itt már úgyis van egy ilyen bűzölgő rendszerünk ide lent. Úgyhogy azt mondja, hogy akkor adjunk neki energiát. Így. És magát a rendszerű majd nem működtetjük persze, csak igazából ezt a zónát el kéne zárni, lehetséges. Hoppá, egy ugye duplikáns van kilátásban, nézzük, hogy ki jött. Nekem ő tetszik a legjobban. Két pozitív tulajdonsága miatt, úgyhogy őt kiveszem. Jó van. Igazából pár ilyen növény miatt ennyi vizet elpocsékolni, hát nem is tudom. Ez nekem nagyon... nagyon nem tetszik. Mit kéne itt állítanom, hogy ez működjön? Rá kéne szólnom valakire, hogy állítson rajta. Itt vannak tétlen duplikánsok egyébként, szóval áshatunk tovább, hogy ha haladni szeretnénk a játékban. Például itt van egy rakás slime, amit össze lehetne szedni, szóval akkor ezért leáshatunk akár. Csak így valamennyit gyűjtsünk belőle. Meg az, hogy itt szennyvíz van. Hát meg a víz is a nyakunkba folyik, hogyha itt leásunk. De szerintem így jó lesz. És akkor onnantól kezdve bekapcsolhatjuk majd a slime átalakító gépet is. Aztán ahogy lesznek újabb növényeink, szerintem ezeket a millwoodokat ki is szedhetem minden akár. Az étkezési rendszer annyiban megváltozott egyébként, hogy az embereim most már különböző szintű kajákat igényelnek, szóval azért is nő a stressz, hogyha nem olyan szintű kaját kap, amilyen az emberem szintje, amilyet ő úgy gondolja, hogy megérdemel. Amiket tök jó, mert akkor minőségi kaját kell adnunk nekik egy ponton, túl rá vagyunk szorulva, hogy rendes kaját adjunk nekik. Az új emberünknek nincs ágya, mondjuk azt nézem, úgyhogy ezen mondjuk alakítanom kéne. Azt mondja, hogy tegyünk le ide egy ágyat, egy plusz ágyat. Szerintem van. És... hát ide izét akartam, textilgyárat akartam létrehozni egyébként. Itt azért vannak király dolgok, például ilyen folyadékhű, mérséget szabályzó. Ez a területet melegíti fel éppen. Jó van, én azért akkor ezt a textilbírát megépíteném ide. Ezt gyártsuk le. Aztán kíváncsi vagyok, hogy tudunk ilyen pufajkát, hogy valamit készíteni az emberkeinknek. Pont azért, hogy a hidegebb környezetekben túléljenek. Hát elvileg, hogyha átmennék egyes területre, akkor ennek lenne értelme, de arra is emlékszem, hogy korábban rengeteget mászkáltak a duplikánsok éges területen, és nem lett semmilyen katasztrofális végeredménye a dolognak. Na mindegy, építsük meg ezt a textilgépet, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk vele gyártani. Meg miből tudunk egyáltalán gyártani bármit, mikor itt csak ilyen köveket meg földet szedünk ki a területen? Lehet, hogy algából tudunk textilt készíteni, mondjuk az logikus lenne, talán az egyetlen olyan dolog. Hát nem tudom. Mindjárt ki fog derülni. Én azt látom lehetségesnek. Na mi történik itt, kérem? Itt nincsen neki ilyen? Energia van, csak valaki nem pakolt még bele algát, vagy mit? Slime-ot. Slime-ot kéne belerakni. Van egy kis slime-unk ezen a területen, úgyhogy ezt kéne belerakni. Az emberén túl elfoglaltak, az a baj. Auto repair van ilyen. Ezt ki lehet javítani. Már is javítani kéne, azt nézem. Érdekes, hogy ezt időről időről javítani kell. Persze ez nem befolyásolja azt, hogy a világon semmit nem csinál ez a készülék.
vízszint meg csak csökken és csökken. Gondolom én, hogy csökken állandóan. De most így szemre nem látjuk, de amúgy biztos vagyok benne, hogy azért az a víz az hiányozni fog ebből a tóból, amit most kipumpálunk belőle. De nem baj, mert legalább kipróbáljuk ezt a termelői rendszert. Bár jelenleg így nem vagyok lenyűgözve tőle. Ez egy túl egyszerű, vagy nem tudom, kis bénának tűnik. Most így belenyomom a vizet és ennyi. Persze, hogyha a gazdálkodások lenne benne lényeg ebben az egészben, akkor oké lenne. Akkor most így tudok gazdálkodni a vízzel. Na jó van, adjunk valami fel... Itt adtam feladatot az embereimnek, miért nem csinálják? Na jó van, majd másnap reggelnek kivethetik magukat ennek a feladatnak. Átalusszuk gyorsan az éjszakát, aztán ki kell találnom egyébként, hogy még hogyan bővítsem ki a bázist. Az, hogy trágyázót építsek, szerintem az nem olyan fontos, ilyen műtrágya készítőgépet, vagy trágya készítőgépet. Mondjuk szennyezett vizet használna el egyébként, ami jó lenne, mert például a szennyezett víznek akkor lenne egy ilyen felhasználási formája, csak ugye nem tudom, hogy akkor nem lenne sima vízen belőle. Idő után még gyorsabban elfogyna az iható víz. Most maga a gázpumpálás is egy olyan dolog, aminek akkor van értelme, hogyha a gázokat van értelme valahova elvezetni. Na, viszont nézzük meg akkor a textil cuccot, nézzük csak. Aha, különböző színű ruhákat készíthetek. Aha, és nincs is hozzá egyébként anyagom, szóval ilyen fiber kéne hozzá, ami nekem abszolút nincsen. Ja, hát akkor megvárom egyébként, hogy kifejlesztik az utolsó technológiát is, de utána meg már tényleg nincs mit kifejleszteni, elvileg már mindennel kész vagyunk. És utána már tényleg csak annyi, hogy kipróbálgassuk ezeket a dolgokat. A dekoráció az rendben van, azokat ismerem. Hát nem tudom egyébként, most az, hogy leütsem a gáztanok, jelenleg nem lenne értelme ebben a bázisban. Felmelegítsem a folyadékot annak se, szóval ezeket a melegítő dolgokat, hűtő dolgokat nem kell használnom. Úgyhogy emiatt egy gázpumpára sincsen szükség. Építetnék valami olyasmit egyébként, ami átalakítja a széndioxidot mássá, így eltünteti a levegőből például, annak lehet, hogy lenne értelme. Szóval nem tudom, például hol van az az eszköz, ami hidrogénből állít elő nekem? Valamit hidrogént állít elő, az ez az? Igen, ez hidrogént állít elő. Na, ez kéne nekem. Mert akkor a mellékanyagból csinálhatnék hidrogén erőművet, ami jó lenne. És igazából ennek csak víz kell a működéshez. Úgyhogy ha bekötöm például ide, és megnézem, hogy hova kell. Hát igazából itt van egy bemenőcső, és akkor ezzel kész is van a dolog. Hoppá, viszont egyébként nem ide akarom rakni, rájöttem. Mert hogyha belegondolok, akkor a hidrogén a szájon felfelé inkább. Minél magasabbra, hogy a bázis fölött kapjon utat a hidrogén, és akkor az hidrogén erőművet igazából itt fentre kéne építeni. Úgyhogy akkor ennek megfelelően építünk egy lépcsőt ide. És ide fogjuk elhelyezni ezt a kis gépet egy ilyen kis párkányra. Ami azt jelenti, hogy a lépcsőt tovább építhetjük, nyilván azért, hogy szabad utat kapjon a levegő felfelé majd. Hoppá, egyébként rájöttem, hogy azért mégiscsak jobb lenne, hogyha közvetlen felette lenne a lépcső, szóval akkor ezeket így hagyjuk egyelőre. És a lépcsőt meg mondjuk egy kicsit arrébb építem ide. Jó, és akkor nézzük, csak most kéne megépíteni. Ide? Ja, bár az is igaz, hogy a kiszivárgásra meg itt van ennek a gépnek. Gondolom megfordítani viszont nem tudom. Aha. És akkor annyi, hogy arrébb építem az egészet, és akkor itt fog kipárolni a hidrogén. Na, de akkor így legalább most már tökéletes lesz. És akkor azt mondja, hogy...
Természetes gázgenerátor, mi a fene? Ó, hogy ez energiát állít elő gázokból. De milyen az a természetes gáz? Ez nem oxigén, vagy lehet egy sima gázt, mondjuk lehet, hogy előáll, hidrogénből előállíthat energiát? Van itt ilyen, nem tudom mi ez, ilyen biztosíték, ilyen energia szabályzó rendszer, ami megvédi az elektrós rendszerünket, illetve vannak ilyen kapcsolók is, nem tudom minek egyébként, mikor általában minden jó, hogyha működik. Itt ezek komolyabb dolgok vannak, csak nem tudom a felhasználásuk miért jó. Itt van a hidrogéngenerátor, na ez az. Ezt a hidrogéngenerátort igazából közvetlenül megépíthetném maga a hidrogén termelő electrolyzer fölött is. Szóval, ha egy kicsit fölé építem magát a hidrogéngenerátort, ide, akkor igazából meg is csinálhatom azt is, hogy ez a rész nem feltétlenül kell, hogy át legyen lyukasztva. Vagy itt építjük tovább a lépcsőt. Hát igazából inkább itt építjük tovább a lépcsőt szerintem, és akkor a termelt hidrogén mindenképp átmegy a gép fölött. Ja, mondjuk ide nem tudnak felmenni eleve, mert ezt elrontottam, aha. Értem, mi a baj. Hát akkor ezt pusztítsuk el innét. Így. Ezt meg így zárjuk le, ezért mégsem szivárogjon rossz irányba a gáz. De akkor ezt ugye nem tudom megépíteni, csak itt teljesen a szélére a hidrogén erőművet. De ide megépítettem. És akkor nézzük csak, hogyha most. Hát igazából nem tudom, most ide építsek egy létrát, vagy se, lehet, hogy igazából nem kéne. Lehet, hogy ide létrehozok egy sima hidrogénbarlangot, és egyszerűen a gép felhasznál majd minden hidrogént valószínűleg, amit a hidrogéngenerátor termel. Ezt kipróbáljuk, és akkor innentől kezdve igazából a szénerőművel nem is kell nagyon foglalkoznunk majd. Így, adjunk nekik energiát, aztán meglátjuk, mennyire jól üzemelnek. Kellene egyébként víz? Tökre kell. Úgyhogy akkor innen felvezetünk egy kis vizet. Jó van. Na most két lehetőség jöhetett volna szóba. Az egyik az, hogy ugye vízvezetéken visszük a hidrogén generátorhoz, illetve hát ez oxigén generátor, de hidrogén bocsájt ki. Szóval ez a géphez. Kézzel hozzuk a vizet. Vagy pedig ugye vezetékeken át. Úgy látszik, a vezeték lesz a megoldás. Hát ilyet se építettem még szerintem. Nézzük itt egy kicsit, termeljünk egy nagyobb buborékot ennek a gépnek. És ha jól látom, akkor itt már elkezdett... Ja, elkezdett készülni a hidrogén. Na most egyébként lehet, hogy a hidrogén generátornak is csövön kell eljutatni egyébként, ha belegondolunk a hidrogént. Szóval igazából azt a hidrogént, amit termelünk itt fent, azt össze kéne szippantani és belejuttatni egy csővel a generátorba. Szóval akkor ez azt kéne, hogy... Igen, erről van szó. Hogy ide építek egy ilyen szívórendszert, és rögtön bele is juttatom. Így, ennyi. Igazából, de gondolom, akkor nyilván ezt el kell látnom energiával, viszont a hidrogéngenerátor itt van mellette, szóval rögtön elláthatja energiával. És ugye, ja igen, ez pedig egy energiaforrás ráadásul. Úgyhogy ennyi. Jó, van, és akkor ezt tök jól megépíthetjük, és akkor innentől kezdve egy ilyen kis mini hidrogén előállító rendszer üzemel nálunk. Hát illetve egy ilyen hidrogén... oxigén előállító rendszer, ami hidrogént is termel, és ebben energiát is termelünk, úgyhogy akkor ez így teljesen jó lesz elvileg. Hát kíváncsi vagyok.
hogy ez így mennyire lesz fenntartható ez az egész bázis, amit ilyen nagyon-nagyon septiben csaptam össze egyébként. Itt még van víz. A víz a legkritikusabb jelenleg nálunk. Most ugye, mert vízből álltunk elő mindent. Ugye vízből álltunk elő oxigént, abból, és igazából abból is csinálunk energiát, ugye. A hidrogénből energiát csinálunk, az oxigént belélegezzük. Ugye ez így rendben van, ugye csak kérdés, hogy mi lesz, hogy elfogy a víz. Ugye vizet nem tudunk termelni magunknak. De rengeteg oxigénünk van, ami jó egyébként, ami szimpatikus, bár nyilván rengeteget dolgoznak az embereink itt lent is, és itt lent annyira nincsen sok oxigén. De viszont akkor kipróbálhatnánk egy olyat is, hogy széndioxid-el szívó gép. Azt meg úgy kéne szerintem, hogy azt mondja, hogy... Hát ez nem tudom, hogy ez egyébként ez a természetes gázgenerátor, de lehet, hogy egyébként ez... Lehet, hogy ez... Bármilyen gázból tényleg csinálna nekünk energiát, ez nekem nagyon gyanús, hogy nem. Szennyezett vizet állít elő, és széndioxidot, ami egyébként tök fura. Meg gondolom akkor oxigénből készít energiát, ugye csak nem értem, miért a natural gáz, természetes gáznak hívja, mert oxigénnek hívja. Na, fura. Lehet, hogy azért hívja így, mert igazából lehet, hogy szennyezett oxigénnal is működik a dolog. Ami egyébként tök jó lenne. Az emberkémeiket nem nagyon tevékenykednek, úgy látom. Egy kutatási feladatot már nem adhatok nekik. Úgyhogy akkor ezeket építsük le. Hoppá, nem így kellett volna. Bontsuk le a gyártóépületeinket. Hát ez nem fogjuk tudni legyártani, azt hiszem. Red Fiber-t nem tudom, mondom, fogok szerezni. De ugye az a baj, hogy itt viszont nem csinálják a feladatokat, mert ez persze elérhetetlen ez a zóna. Ezt nem tudom mitől elérhetetlen, de akkor mossuk fel, vagy hát mondjuk az elég nagy hülyeségnek hangzik. De valahogy elérhetővé kéne tenni. Jó, hát gyűjt, de ezt nem értem igazából az egészet, szóval miért ülnek a fenekükön, mikor itt vannak ezek a ládák, amik tök üresek. És itt vannak ezek a nyersanyagok, amiket tökre be kell gyűjteni. Szóval nekem most külön ki kell jelölnöm és könyörögnöm, hogy gyűjtsük be az anyagokat, amiket kibányáztunk. Hát mert rohadtul nem csinálják maguktól, és én ezt nem értem. Hogy miért kell nekem, hogy a kezüket fognom, vagy... Ja persze. Ez itt a probléma. Itt egy ilyen lépcsőzetes emelkedést kellett volna kialakítanunk. Na jó, van, gondoskodjunk az ételről is egyébként, mert most már kezd elfogyni. Annak ellenére, hogy itt most már meg fog teremni valami nem sokára remélhetőleg. Ruby az még mindig elég... Nem tudom mi a baj, de hát én neki nem adtam a alvó helyet. Jó, van, bővítsük ki akkor a szálláshelyeket. Ide építünk egy ágyat, megint tök jó felraktam a francba. Azt igazából lehetne mondjuk egy étkező is, vagy ilyesmi, szóval lehet, hogy ezekre odafigyelhetnék, hogy ilyenjeink is legyenek. Szóval ezt így kiúszhatnám akár akkor eddig. Akkor ezt így lebonthatjuk. Igen. És akkor ide építhetünk egy-két asztalt, hogy akkor asztalnál legyenek a szerencsétlenek, illetve építhetnénk hűtőt is. Építsük ide egy rendes konyhát. Lehet, azt kéne. Hát nem tudom, hány asztal legyen. Három talán elég. Világítást is adunk a népnek. Tényleg sokat mászkálnak ezekben a zónákban. Hát meg igazából este is. Kaphatnak fényt. Így. És akkor ezeknek ugye energiát is kell biztosítani. Bár nem tudom, hogy ilyen magasságban hogy fogjuk megépíteni. Mert ezeket a lámpákat nem igazán érjük el szerintem. Hogyha létrára állnának, akkor sikerülne, csak ugye én nem építetek létrát.
Ez amúgy ez így nem lesz jó, innen kéne megtámadni a dolgot. Inkább azt mondom, hogy akkor bontsuk le ezt a tervet, ezt is. Akkor építsünk egy mennyezetet felülről neki, az egésznek. Akkor viszont itt át kéne majd jönni. De mondjuk szerintem minden meg tudjuk építeni lentről. Jó van, hát itt mondtam, most csak így dobáljuk nagy részt a dolgokat, és egy ilyen sűrű, furcsa bázisunk van. Egy ilyen akció is van, ráadásul támadók. Csak itt még valamit össze kéne hozni, hogy ez a terület jó legyen. Itt nagyon kevés az oxigén ezen a zóna, ebben a zónában, úgyhogy ide építeni kéne valamit, hogy itt oxigént termeljünk lent. Ez látszik, hogy itt rengeteg hidrogén van. Ennek itt nincsen energiája. Miért nincsen? Ja, mert leállt a szénerőmű, persze. Jó van, elvileg szén van. Remélem. 400 kiló, igen. Csak a szénerőművet ugye üzemben kéne tartani. De amúgy jó lenne. Mert ha beindul a szénerőmű, onnantól kezdve beindulhat a hidrogénerőmű, ami még több. Igen, most fog beindulni egy picit. Elvileg. Szépen átmegy így egyesével a kevés hidrogén, amit belenyomunk ebbe a gépbe. Ugye nem kap annyit, hogy elinduljon. Hogy ez még nem is készen, vagy... Ja, tönkrement, meg kell javítani. Aha. Érdekes, mert megint piros az életsík, hogyha valamiért folyamatosan sérül. Lehet, hogy a hidrogén miatt sétül? Wrong elemental damage, azt mondja. Mi van itt? Valamit elrontok? Ja, úgy látszik, de nem értem. Na nézzük csak. Mit pumpálok bele? Hidrogént pumpálok bele, mert nem hidrogén kell neki? Lehet, hogy elrontom. Na jó, nézzük akkor. Ez a hidrogéngenerátor. Hidrogént fogyaszt. Egyértelmű, hogy hidrogént fogyaszt. Lehet, hogy oxigén is megy bele egyébként? Igen, arra gondolok, hogy megy bele némi oxigén. Mert ha megnézzük, akkor itt ez a kép, ez még oxigént is elszív valamennyire, szóval beleküldi az oxigént. Jó van, akkor egy dolgot tehetünk egyébként, hogy ilyen ne történjen. Építenünk kell egy elválasztó rendszert, ami garantálja, hogy hidrogén kerüljön a gépbe. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy ilyen gázfiltert alkalmazunk. Hát amit nem tudom, hogy hova építsek, mert ide valamiért nem engedi. Na most már egyébként működik a gép. Aha. Az a baj, nem tudom, hogy hova helyezzem el, mert biztos, hogy van hely itt valahol. Ide fölé helyezhetem. Jó, akkor pontsuk le a gázvezetéket. Jó, ha meg lesz ez, csak itt volt egy ilyen kis probléma ezzel, akkor úgy látszik, hogy mit hova. Egyébként ez nem is jó itt felett, egy rájöttem, nem tudom hova vezetni a dolgokat, úgyhogy itt egy kicsit nagyobb átalakításra lesz szükség, úgy látszik. Ki kell bővítenünk ehhez magát a területet, hogy akkor ide elhelyezhessek egy ilyen kényelmes méretben egy ilyen gáz átalakít, egy ilyen gáz szétválasztót így. És akkor most meg tudom csinálni azt, hogy ugye itt bemegy mindenféle gáz, itt kijön a hidrogén, itt pedig kivezetjük az esetlegesen, fölöslegesen belepumpált oxigént. És így szépen levezetjük egyébként. Valahova ide a blokk, az albú körzetbe. Így. Na, ez így jó.
Elvileg ennek működnie kell, kíváncsi vagyok. Akkor csak hát rakjuk össze. Egyébként annyi hidrogént nem termel ez az egész rendszer, hogy folyamatosan üzemeltethessük ezt a gépet. Szóval... nem menti meg az életünket ez a generátor, úgyhogy foglalkozunk el a szénerőműnek a működtetésével, de hát az működik jelenleg. Csak ugye több szelet kéne gyűjtenünk, mert elfogyott a szén. Úgyhogy valakit visszarakhatunk majd a mókuskerékbe, úgyhogy kapcsoljuk be ezt a gépet. És akkor nézzük, hogy hogyan termelhetnék még energiát. Azt hittem, hogy ez működni fog. Mondjuk itt van szennyezett oxigén. Lehet, hogy ezzel működne egy ilyen... szennyezett erőm, egy ilyen... hol is van? Egy ilyen természetes gázokat használó erőmű. Ezt kéne kipróbálni. Kicsit messze van mondjuk. És ennek vajon kell vezeték, vagy egyszerűen csak lerakom, és így a természetből kiszívja a környezetéből ezeket a gázokat, arra lennék kíváncsi. Ez elvileg egy új dolog, de igen, ennek is kell. Sőt, ennek van egy be- és kivezetési része is. De várjunk csak, akkor ez nem olyan egyszerű. Akkor ezt inkább másik kéne megcsinálni szerintem. Ennek pedig kell egy folyadék kivezetés. Aha. Gondolom szennyvizet vezetünk ki. Ebben az esetben, hát akkor vigyük vissza itt a folyadékokat. Az a baj, hogy itt ugye... nem tudom megépíteni. Elfogyott az anyag. Hát akkor ásnunk kell. Innen egy kis rezet kiszedünk, abból szerintem építettünk csővezetéket. Ja, gondolom én. Az hogy lehet, hogy elfogyott még a sandstone is, amiből állítólag mindig nagyon-nagyon sok kéne, hogy legyen. Ide leássunk egy kis anyagért. De egyébként valószínűleg ezeket a projekteket már nem fogom tudni végrehajtani, úgyhogy én azt mondanám, hogy ennyi lett volna már az Oxygen Not Included. Most ilyen nagyon fejvesztve kipróbáltam mindenféle dolgot, ami a játékban van, és nem feltétlenül arra mentem rá, hogy ilyen előre tervezett nagyobb ötleteket valósítsak meg, hanem ilyen mindent így egymás egyén hátán, aminek egy ilyen furcsa kaotikus bázis lett a vége, de egyébként legalább stílusos, izgalmasabb, azt hiszem. Bár rengeteg probléma van, szóval ha az ember így játszik, akkor így nyilván adódnak gondok, azt hiszem. De jelenleg egy-két hiba miatt, mint például ennek a pumpának a működő képtelensége miatt egy-két része a játéknak még nem teljesen irányítható. Úgyhogy jelenleg még mindig vannak problémák a játékkal nyilván, mivel Early Access. Viszont később szerintem nagyon izgalmas lesz ez az egész. Főleg, hogyha egy kicsit stílusosabban játszunk, és tényleg úgy, hogy egy kicsit jobban rámegyünk arra, hogy mindent kihasználjunk, és próbáljunk meg a természetből élni, a körülöttünk lévő dolgokból, és így folyamatosan magunk előtt állíthatunk egy ilyen feladatsort, hogy mit kéne akkor csinálni legközelebb, mivel bővítsük ki a bázisunkat, és akkor így gyakorlatilag össze-vissza haladunk, de végül is a problémák azok jönnek-mennek. És hogyha véletlenül meghalna az összes duplikásunk, vagy nagyon sok, akkor is ugye még mindig építkezhetünk arra, hogy folyamatosan van utánpótlásunk. Egyre nem tudom, mit kit választok, de lehet, hogy mondjuk a két pozitív tulajdonsága, mert ő lesz azt hiszem a nyerő. Aztán majd csináltok még ágyakat, meg mindent. Na. De akkor, mint mondtam, ennyi lett volna már az Oxygen Not Included, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek. Én pedig köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!